és politikai magazin támogatója, a Széchenyi 2020 program. Malom szárazon és vizen. Füzes Kata igazi Molnár családból származik. Nagyapja Molnár, a dédapja pedig Malomács volt. 1993-ban Kata édesapja és nagyapja átvette az Orrfűi vízimalom gondozását, és hosszú évek munkájának köszönhetően a malom újra őrölni kezdett. Gyakorlatilag a malom, ugye alapvetően a Malom Múzeum, az őrlés az, amíg édesapám élt 2009-ig, addig volt intenzíven, üzemszerűen működő malomként. Jelen gyerekként így sürgölődtem, forgolódtam, aztán pedig szépen lassan egyre komolyabb feladatok is jutottak nekem, és nagyapám, illetve később édesapám halálát követően pedig rajtunk maradt, négyen vagyunk, mint testvérek, és akkor így családilag, illetve van egy-két jó barátunk, így együtt látjuk el a múzeumnak a működtetését. Én közgázon végeztem, aztán pályahagyóként cukrász lettem, úgyhogy ebben a szakmában dolgoztam, így a malom mellett egy jó pár évig, és akkor meghoztam egy komoly döntést, hogy akkor most csak a malom. Tehát a malom mindig megvolt, a pályázatok, az elszámolásokkal, a teljes adminisztrációs hátteret azt én vittem, és most pedig úgy gondoltam, hogy meg kell hozni egy döntést, mert egy fenékkel több lovat nem lehet megülni. Az egykori vízimalom egy uniós támogatásnak köszönhetően megszépült, és új látványosságokkal gazdagodott. Kata pedig az apák és nagyapák nyomdokain járva, ma az Orrfűi Malom Múzeum szíve és motorja. Van egy vízimalom, egy gabonaörlő vízimalmunk, van egy szárazmalom, ugye azért szárazmalom, mert hogy lovak húzták a járgánykereket, és idéntől átadásra került ez a legújabb, ez a papírmalom, egy papírkészítő malom. A legutolsó pályázatnak a keretében valósult meg maga a papírmalomnak az épülete, ugye ami egy stabil lába lesz remélhetőleg a múzeumnak, illetve a múzeumnak épült egy fogadóépülete. Garatra kereszteltük ezt az épületet, ott tudják a látogatók megvásárolni a múzeumi belépőket, le tudnak ülni egy jó kávéra, egy pohár borra. Biztos, hogy ez a sorsom, ez már így megbizonyosodott, mert hogy akármit csináltam az életben, valahogy ez a malom, mint egy bumeráng visszatért az életembe. Az álmom az az, hogy a gasztronómiai vonalon egy picit fejlődjünk, egy picit szintet lépjünk, hogy minél komplexebb szolgáltatást tudjunk nyújtani az ide betérőknek. Tehát a múzeum az a lelke, azért a malmoknak a megmutatása az a lelke az egésznek, de én szeretnék így a sütés, a péksütik, cukrász sütiknek az irányába egy picit nagyobbat lépni. Nekem ez az álmom, hogy itt ezt megvalósítsam. A Fejlesztés Politikai Magazin támogatta a Széchenyi 2020 program.